mennyei atyámtól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Zsoltár énekléssel magasztaljuk az Urat. A 8. Zsoltár zengi a szívünk, 1., 3. és 9. versét. Ó felséges Úr, kegyes Istenünk, mély csodálatosak a Te neved néki. Elfoglalva magasztaljuk tovább a Teremtő Istent egy nagyon szép énekünkkel, a 238. dicséret végig éneklésével. Teremtő Istenünk, édesatyánk nekünk.
A mi segítségünk és Isten tiszteltünk megszentelése, megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromságtól. Amen. Szeretett testvérek, ti, akik itt ültök Isten kegyelméből az Isten templomában, és akik a tévékészülékek előtt a neten kapcsolódnak be a mi Isten tiszteletünkbe, a Szentlélek kösse össze a szíveket, és késztessen bennünket újjongásra a teremtés hetén. A Teremtő és az ő csodálatos nagysága emelkedjék most ki, és ragyogjon. Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szavad, szívem feléd újjong, örömtele, mély nagy vagy te, mély nagy vagy te. Teremtés hetén, tehát ezt a hatalmas Istent szeretném több oldalról is bemutatni, az ő szent lelke koronázza meg az emberi előfeszítést. A Biblia első lapjainak első szavaival hatoljunk egyre mélyebben. Mózes első könyve első részének első versétől kezdve válogatott verseken keresztül legyen valóság, mi nagy vagy te. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát a világosságot a sötétségtől, és elnevezte az Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és reggel első nap. Aztán mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a felette levő vizektől, és úgy történt. Aztán elnevezte az Isten a boltozatot égnek, és lett este, és lett reggel. Aztán ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárat, és úgy történt. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán mondta Isten, növeszten a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, mely fájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön, és úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, mely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermőfát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este és reggel, harmadik nap, és aztán ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappal az éjszakától, és meghatározói legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek, és legyenek ezek a világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbikat és a kisebbet, a nagyobbik, hogy uralkodjék nappal, a kisebb, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat is. És az égboltra helyezte őket, Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy ez jó, és így lett este és reggel, negyedik nap.
Az ezt mondta az Isten, pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek a madarak a föld felett, az égbolt alatt, és megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó lényeket, és különféle fajta madarakat, és látta Isten, hogy ez jó, és megáldotta őket. Isten, szaporodjatok, sokasodjátok, töltsétek meg a tengervizeit, és madár is sokasodjék a földön, és így lett este és reggel, 5. nap. Aztán ezt mondta az Isten, hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászokat és egyéb földi állatokat, és úgy történt, és megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, és a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját, és látta Isten, hogy ez jó. Akkor azt mondta az Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön mindenen, ami a földön csúszik, mászik. És megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfiúvá és nővé teremtette őket, és az Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tengerhalain, és az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlénye. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, és az ég minden madarának, és minden földi csúszónak, mászónak, amely az földön van, amelyben élet van, eredelül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, ímé igen jó. És így lett este, és így lett reggel, 6. nap. Isten tegye áldottá az ő igéjét, olvasását, hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Örök Istenkinek létében nincs változás, a porszem ember járul most elő, mély áhítattal és újongó örömmel. Mi nagy vagy te, mi csodálatos vagy te. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy oltalmazol, védel, hogy mindeddig megsegítettél. Köszönjük, hogy itt vagyunk, és legfőképpen az, hogy te is itt vagy. Nem hullanak vissza szavaink a mennyezetről. Nem üres beszéd, hanem a lélek által veled lehetünk kapcsolatban. A szent lelked rád irányítja a tekintetünket. A mi szívünk hatalmasakat dobban, újongó örömében, hogy nekünk ez a hatalmas Istenünk mennyei atyává lett. Köszönjük a fiút, aki megvalósította ezt a csodát. Köszönjük ezt a csodálatos teremtett világot, amely körbevesz bennünket. Áld meg azokat, akik biztosra tudják, hogy nem véletlenül van mindez körülöttünk. És áld meg azokat, akiket már gyerekkoruktól kezdve bevaltottak azzal, hogy mindez magától van, és nem kell ehhez Isten. Könyörgünk azokért, akik elbizonytalanodnak, akik nem érzik, nem látják, hogy jó az Isten, és nem tudják, hogy boldog, aki rábízza magát, aki beléveti a bizalmát. Ezt a boldogságot szeretnénk, Urunk, most újból
ugyan az Isten tiszteleten is megérezni. Juttass el arra a bizonyosságra, hogy beszélhetünk akár akadémikussal is. Nincs mit szégyenkeznünk. Köszönjük, hogy te nem szégyelsz minket gyermekeidnek, vagy Krisztusban testvéreidnek tekinteni. Bocsáss meg, ha sokszor elhallgatunk, ha nem szólunk, ha nem állunk ki, ha nem mondjuk. Csak úgy engedjük, hogy a dolgok rossz irányba haladjanak tovább. Szent lelked által add azt a bölcsességet, amelyben megláthatjuk valami szikráját a te teremtő csodádnál. Jézus Krisztusért kérünk, segíts rád figyelni, tőled tanulni, általad élni, nem csak itt, hanem majd egykor folytatásként odaáll. Őért te kérünk, hallgass meg minket, áldj meg minket, szentelj meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve hívjuk segítségül a Szent Lelket a 369. dicséretünk első, harmadik és kilencedik versével. Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigasága, szívünknek bátorsága. Figyeljetek, halljátok meg, beszédem, így szól az Úr. János evangéliumából hangozzék Istennek üzenete. Az evangélium első részének első versétől kezdve a harmadik versig. Kezdetben volt az ige,
és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Szeretett testvére, évek óta így ősszel megtartják a teremtés hetét. Ilyenkor kiemelten a teremtésre, sőt a teremtőre irányítják a figyelmet, óvatatlanul adnak egy-egy fricskát annak az uralkodó nézetnek, amelyet az óvodától a tudományos akadémiáig vall a mai, modern, természettudományos ember. Szeretnék rámutatni, hogy messze van a moderntől, még messzebb a természettudományostól, és valami olyan szellemi tákolmány, amely tulajdonképpen az emberiség szégyene, okos, értelmes, intelligens emberek, nagy, komoly tudósok vallják. Nincs szükség teremtőre, nincs szükség semmire és senkire. És hogy milyen modern, több ezer éve modern már, de az elmúlt 200 évben ez felfokozódott, és egyre nagyobb szerepet kapott. Hadd olvassam egy filozófus véleményét erről. Immanuel Kant, aki 1724-ben született és az 1800-as évek elején élt, büszkén állította, adjatok nekem anyagot, és én építek belőle egy egész világot. Laplace, francia matematikus, csillagász, 50 évvel később Napóleon kérdésére így válaszol, elméleteimnek nincs szükségük Isten feltételezésére. Na igen, ez a modern, korszerű, természettudományos eszmerendszer nem igényli az Isten, sőt, arra törekszik, hogy kizárja a teremtésből a teremtő. Annak idején, amikor még informatikusként dolgoztam, sok mindenről beszélgettünk ott kollégákkal, és sok mindenről cseréltünk véleményt, akkor az egyik több diplomás, értelmes, intelligens kollega, akinek könyvei jelentek meg, azt mondja, te ide figyelj, modern, tudományos nézeteket ismervén, tanulván, csak nem veszed komolyan az Istent. Csak nem veszed komolyan a teremtést. Visszakérdeztem, te modern, természettudományos ismeretekkel felfegyverzett tudós, csak nem veszed komolyan, hogy a világ semmiből lett, csak úgy, magától és egymásból alakultak ki azok, amelyek a természetben semmi nyoma nincs arra, hogy egymásból fejlődtek volna ki. Igen, mikor arról beszélgettünk, hogy hogy is van ez, akkor tulajdonképpen két kategória alakult ki, és a körül az elméletek. Az egyik kategória, amely azt mondja, hogy
Na, valóban nem kell ahhoz Isten, de azért van egy-két olyan kérdés, amelyre meg kéne válaszolni. A filozófus nekünk szegezi a kérdést, hogy van-e egyáltalán Isten. Nem látható, nem mérhető, nem tapintható. Gagarin, amikor fölment, kinézett, és azt mondja, itt vagyunk fenn, és sem Isten, sem angyalok, sem semmi nincsen. Ha tehát nem látja, akkor nincs. Nincs Isten, nem is szükségellik ehhez, bár van néhány olyan logikai buktató, amely megkérdőjelezi a dolgokat. Hittanon a gyerekekkel mindig eljátszunk, hogy no figyelj, zsebőbe nyúlok és kiveszek egy marék valamit. Nyisd ki a markot! Csukd be gyorsan! Én is, mondják a gyereke, és mindenkinek jut bőve. Szóval mondom, na akkor most csinálj ebből egy mobiltelefon. Te csinálj egy számítógépet, mert már haldoklik a gépen. Te csinálj ebből egy házat. Te csinálj ebből ezt, te csinálj ebből azt, tudj csinálni? Akkor szólj az apukádnak, az apukád ügyes, okos, mindent tud, az apukád majd csinál, jó? És ide, hogy az apuka se tud csinálni, és akkor az óvodások megfogalmazzák a tételt, a semmiből soha nem lesz semmi, és a valamiből is csak akkor lesz valami, ha azt valaki valamiből értelmesen, hozzáértően, anyagból, eszközzel megcsinálja. Ha a dolog bonyolultabb, akkor van egy gyártástechnológiai leírás is, amely műveletre lebontva elmondja, hogy hogyan kell azt a valamit csinálni. Vajon az a csodálatos szervezettség, amely az emberben van, csak úgy magától lenne? Gyerekek, megfogalmazzák, semmiből soha nem lesz semmi. A tudósok rágják magukat az akadémián, és axiómává hirdetik a lehetetlensége, anyag pedig öröktől fogva van. Lomonoszov és Lavoisier óta tudjuk, hogy anyag nem keletkezik és nem vész el. Soha egy fikarszi anyagot nem csinált még senki. Soha senki. És soha nem pusztított el anyagot. Nyelünk egy hatalmasat, és elfogadjuk olyan tételnek, amely nem bizonyítandó, nem kérdés, amely evidens, anyag pedig öröktől fogva van. Nem egy fikarcnyi, hanem észreszejtő mennyiség. Azt mondják az okosok, hogy ha megnézzük az égen a csillagokat, szabad szemmel mintegy 2000-et tudunk megkülönböztetni, de rádióteleszkóp segítségével 10-15-en csillag számolható meg. És ez nem azt jelenti, hogy ennyi van, csak hogy ennyit tud ma az ember felfogni. 10-15-en azt jelenti, hogy a 10 után még teszünk 15 nullát, és ennyi hatalmas csillag. A csillagnak a csillagrendszere, mert egy-egy ilyen csillagrendszer olyan, mint a mi napunk, vagy olyanabb,
Micsoda irdatlan mennyiségű anyag magától. Einstein óta tudjuk, hogy az anyag és az energia ekvivalens. Tehát az anyag megjelenik energiában, az energia anyagban. Energia nem keletkezik, anyag se, és körülöttünk itt ez a hatalmas anyagi világ, és nyelünk, és nyögünk, és sóhajtunk. De jó, tegyük fel, hogy nincs, nem kell. Ott az anyag öröktől fogva, és ez az anyag változik. Következő bukfenc, szervetlen anyagból nem szokott szerves anyag képződni. Jöhet itt a plazma állapot, meg a sok nagy okos beszéd, akkor is megkérdezem, hogy honnan a szervetlen anyag, megkérdezem, honnan a plazma, mint energia, honnan, hogy ezek találkoznak, és ebből élő lény jön létre, honnan, hogy belehull abba az óceánba, az ősóceánba, mely nem tudom honnan van, hogy fog az ott fejlődni, mi teszik a nyomorult, és egyáltalán, hogy van ez az egész? Ennél már csak a logikai bukfenc nagyobb, amelyet feltételeznek, illetve akciónak kiáltanak ki. Élettelen anyagból miként lesz élő? Hiába van ott a sejcsoportosulás, hiába van ott akármi, mitől él, ami él, és ha ez vak, és ha ez értelmetlen, ha ennek nincs iránya, ha ennek nincs értelme, célja, semmilyen nincs, akkor lesz roppant lehangolt az, aki erre rádöbben, vagyok, mert lettem, de minek jobb nem élni, mint élni. Nincs értelme, nincs célja, nincs tartalma az életemnek, én egy csavar vagyok, hiányzom, nem hiányzom, meghalok, a kutya se ugat utána. Minek élek? Azért, hogy a következő generációnak jobb legyen, megérdemli a következő generáció. Aztán nagy szünetek, nagy-nagy szünetek. Alakulnak ki a szervetlenből a szerves anyagok, a szervesekből az élő anyagok, aztán azok szaporodnak, aztán sokasodnak, na erre kellenek az évmilliárdok, hogy szaporodjanak. Aztán elgondolkodunk azon, hogy egy olyan intelligenciájú csoda, mint az agy, ha minden sejt rendelkezésre áll, vajon összejön-e belőle egy működő agy. És kilátott már agyat hordozó nélkül, kilátott már agyat test nélkül, és kilátott már olyat, hogy a test minden formája élet és szaporodó képes. Kilátott már olyat, hogy csak úgy magától kialakul évmilliárdokon keresztül az a sejtkapcsolódás, amelyből létrejön a test, amelyből létrejön az agy. Megkérdezném azért, hogy hát hogyan jön létre? Ha megnézzük a genetikát, ha megnézzük a DNS-t, ha megnézzük, hogy micsoda információ halmaz van beépítve egy-egy csodalénybe, egy emberbe, vagy akár csak egy állatba is, azt kérdezem, hogy lehet ez véletlen? Múltkor bemutattak a tévébe egy mesterséges intelligenciával működő robotot. A tudomány szinte minden szelete bele volt építve, mozgás érintkező térérzékelő, hang, analizátor, beszédfelismerő, beszédszintetizátor, beszélő, és senki nem gondolta, hogy ezt a
mesterséges intelligencia csodát, amely roppant primitív, egy macska is tud ilyet, vagy egy egér is, ez úgy magától lett. És komoly tudósok híresztelik és tanítják, hogy magától lesz. Közel áll a szívemhez az informatikának az a megállapítása, hogy élettelen anyag nem szül információt. Információ nem keletkezik és nem vész el. Honnan az a hatalmas mennyiségű információ, amely akár csak egy DNS-be benne van? Honnan az a csodálatos tárolási mód, amelyet lesznek az informatikusok, hogy hogy lehet kicsi felületen nagy információ mennyiséget elhelyezni? És nincs válasz a kérdésekre. Nincs válasz arra, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, merre tart az életünk, mi értelmünk van, több vagyunk-e egy sejtcsoportosulásnál, és ha igen, akkor mennyiben és miként. És akkor csendesen megjegyzi valaki, én ismerek valakit, aki ezt a kérdést megválaszolja. Ismerek valakit, aki nem csak megtervezte ezt a csodát, hanem ki is vitelezte. Ismerek valakit, aki a világnak alkotója, aki meg tudja mondani, hogy mikor és hogyan keletkezett mindez. Ismerek valakit, aki olyan halálosan szeret engem, olyan fontos vagyok a számára, hogy az egyszülött fiát értem adta oda. Na ki ez a valaki, kérdezte a kollégám, és előkaptam neki ezt a szakaszt a Bibliából, hogy nem magától van a mindenség, hanem az Isten teremtette. Mikor teremtette az Isten? Kezdetben. Mit teremtett az Isten? A mennyet és a földet. Minden láthatót, és minden láthatatlan. A teremtéskor, azt olvastuk az előbb, hogy jó lett az Isten, az Atya Isten teremtő, mégis a fiú részese a teremtésnek, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Sőt, azt olvassuk, hogy amikor megteremtette a mindenséget, a mélység fölött sötétség volt, és Isten lelke lebegett a vizek fele. Ha tehát azt mondom, hogy a világ nem magától lett, hanem van teremtője, alkotója, és a Szent Háromság Isten az, aki létrehozta ezt a csodát, aki mindenható és hatalmas, akinek nem kérdés az, hogy lehet-e a semmiből valamit létrehozni, szólt és meglett, a nem láthatóból előhívta a láthatót, a nem létezőből a létezőt, elhelyezte az információt, a saját lelkét lehelte az emberbe, és Isten képűként alkotta meg, férfiúvá és nővé. No, ez is csoda, mert korábban nem volt, ugye, ivaros szaporodás. Ha pedig nem volt, nem voltak ivarszervek. Ha pedig nem volt, akkor másképp szaporodtak, mondjuk, mint a csigák, szűznemzéssel. Na de hát, mi egy kicsit magasabb szinten állunk, mint a csigák. Akkor mi van? Ez a hatalmas Isten, aki megteremtette a mindenséget, belénk adta az információt, adott egy olyan csodálatos szervrendszert, amely lélegzet elállító. Nem úgy van, hogy van hímnemű ember és nőnemű ember, hanem van férfi,
aki gyökeresen más, mint a nő. Teljesen más. A felépítése, az idegrendszere, az agyi kapcsolódásai, a jobb féltekével való kapcsolatrendszer. Férfinek néhány szál, a nőnek egy egész stráda, és akörül, hogy a nő fogadjon és szüljön, a fél szervezetek közrejátszik és működik. A férfi, mint egy kapcsoló, világi, sötét van. A nő, mint egy repülőgép, műszerfa, minden mindennel összefügg, férfi ember és asszony ember. Akik a fejlettség egy meghatározott szintjén ivarképesek, fogannak és termékenyítenek, és születik az újabb generáció, a csodák csodája. Ha megnézzük akár a biokémiát, akár az emberi nem csodáját, a fogantatást, a kihordást és a szülést, mind arról beszél, hogy tervezett, végtelen, precízen összehangolt, hihetetlenül intelligens, zseniálisan kivitelezett, ember el se tud képzelni, még hasonlót se, ő pedig megteremtette, létrehozta mindent, és látta, hogy jó. Ennek az Istennek nem probléma az anyag, nem probléma az energia, nem probléma a végtelen információ, nem probléma a informatika és a logika. Az ég földekén semmi nem probléma, mert mindenható. Ha fölfakad a szívünkből az újongás, szívem feléd újong, örömtelen, mély nagy vagy te, mély nagy vagy te, akkor látjuk, hogy hogyan teremtette az Isten a világot. Szólt és meglett. Azt mondta, legyen, és lőn világosság, és látta az Isten, hogy jó. Azt mondta Isten, legyen boltodat, válassza el, és lett boltodat, és elválasztotta, és látta Isten, hogy jó. Aztán összegyűltek a vizek, kitetszett a száraz, és látta Isten, hogy ez jó. Mi nem látjuk. Nincs hozzá szemünk, hogyha ez a föld egy kicsit közelebb lenne a naphoz, akkor nem lenne rajta élet. Ha egy kicsit távolabb lenne, akkor sem lenne. Mert egy zord, élettelen bolygó lenne. De ez a föld tervezett, de ez a föld logikusan és zseniálisan megalkotott. Gyerekem halat vett. Kicsike halacskát, úszkálta a halacska, jaj, de jó! Azt egyszer a halacska elpusztult, a víz megposhadt, és elgondolkoztam, hogy miért nem poshad az óceán? Mert az Isten holdat is alkotott, és a hold mozgása kiváltja az ár apályt, és fölkavarja az óceánt. Azt mondja az írás, hogy aztán azt mondja az Isten, miután elkönyvelte, hogy jó, növeszen a föld növényeket, füvet. És a föld növesztett. Miért? Azt mondja, olyat, amely megfelelő gyümölcsöt terem, a fajtájának megfelelő, amelynek magva lesz a földön, a fajtájának megfelelő. Nem úgy tehát, hogy az egyikből kifejlődik a másik, mert hogy fejlődhetne ki
hogyha a DNS meghatározza, hogy mi legyen. Még ha kromoszoma probléma van, akkor is előadódhat, hogy lesz egy dankoros gyerek, vagy másképpen sérült. Fajtájának megfelelően. Nem egyik a másikból, mert akkor megkérdezem, hogyha vak ez a rendszer. Megkérdezem, hogyha se tervezője, se kivitelezője, se gazdája, se értelme, se iránya nincsen, akkor honnan tudja a sejt, hogy neki így kell fölépülni? Honnan tudja, hogy mindig fajtájának megfelelő gyümölcsöt teremje? Aztán az állat. Ugyanez az analógia. Legyenek olyan állatok, amelyek a vízi lények vízben pestülnek, röbdöső lények a föld felett égbolt alatt, vízi állatok vízben nyüzsgő, és látta Isten, hogy jó, és szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be, és látta az Isten, hogy ez mind-mind jó. Különféle földi állatok, különféle fajta barmok, mindenféle csúszómászók, mind különbözik. Nem igaz tehát, hogy egymásból fejlődtek ki, mert ez rendkívül elfogadhatatlan és illogikus. Még van egy fricska, amelyet hadd emeljek ki. Sok ország, sok nép, sok kultúra imádja a napot, a holdat és a csillagokat. Ez a pár sor a teremtés történetből rámutat arra, nagy a hold, csodálatos a nap, rendkívüliek a csillagok. Milyen csodálatos az, aki a napot, a holdat, a csillagokat teremtette, aki föltette az égboltra. Hittelő gyerek kérdezi, Károly bácsi, hogy lehet, hogy nem esik le a csillag? Hogy lehet? Nézd csak! Úgy történt, hogy megalkotta Isten a két nagy világító testet, hogy uralkodjék, és az égboltra helyezte az Isten. Na hát ezért nem esik le, mert az Isten az égboltra helyezte, és meghatározta a szerepüket, és látta az Isten, hogy jó, és lett reggel, és lett este. A teremtés hetén hódoljunk a teremtőnek. A teremtés hetén jegyezzük meg legalább azt a néhány pontot, amely teljesen ellehetetleníti azt az elméletet, hogy teremtő nélkül teremtmények, teremtettség, teremtett világ jöhessen létre. Ez a teremtő rendkívül értelmes, minden bölcsesség tőle származik, rendkívül intelligens, mindenható és halálosan szeret. Nem csak az a fontos, hogy az agyunkba beférjen valami mindebből, hanem az sokkal fontosabb, hogy ő nem csak erre a földi életre készített nekünk megoldást, hanem a mennyben várja majd azokat, akik vele jártak, benne bíztak, akik komolyan vették, akik hitték ezt a hatalmas Istent, és úgy járultak a szín elé, akik hirdették, hogy nem csak, hogy van ez az Isten, hanem halálosan szeret, bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz Krisztusban, és ha leújjuk a szemünket, akkor a másik dimenzióban láthatóvá és felfoghatóvá válik mindaz, amit itt még csak kapizsgálunk. Aki imádkozva fogadja
és újjongva szemléli a benne gömbölyödő gyereket, aki a 25. naptól kezdve hallja a szívhangot, ha jól odafigyel. Később mindenképpen. Azt tudja, hogy egy félig kész gyerek nem alkalmas az önálló földi életre. Azt tudja, hogy 75 dekával is csak a tudomány csodája, hogy a gyereket életben tartják, de önálló életre nem alkalmas. Azt tudja, hogy nem lehetett, hogy szépen fokozatosan kialakul, mert az egy hónaposnak megfelelő gyerek egy csoda, de nem életképes. Önmagában nem élhet, akkor hogyan szaporodik és hogyan fejlődik tovább? Olyan szervek, mint az agy, olyan szervek, mint az idegrendszer, olyan, mint a vér, vagy a bőr, maguktól nincsenek, nem alakulhatnak ki. Ilyen sejcsomók nem tudhatják maguktól, hogy mivé fejlődjenek, hiszen semmi értelme nincsen, hogy ez most agysejt lesz, vagy májsejt. De a szervezet szempontjából elképzelhetetlen, hogy egy félig kész, negyedik kész élő lény, hiszen ember lesz belőle, önmagától szaporodóképes egyed legyen. Mesének is túlzás. Itt a vége, fuss elvéle úgy, hogy hirdesd mindenhol, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A 250. dicsérettel újjongjon a mi szívünk, Atya, Úr, Isten, rólad vallást teszek. Thank you.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy itt voltál velük. Köszönjük, hogy szent lelked hitet gerjesztett, vagy hitet erősített bennünket. Hogy ímé a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való olyat ér meggyőződés, amelynek következtében megértjük hitáltal, hogy a világokat a te szavad alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a teremtés, a Szent Háromság Isten műve, és bennünket ez hódolatra, imádatra, róla való bizonyságtételre kellene, hogy serkentsen. Bocsáss meg, ha sokszor csak nyelünk és hallgatjuk a sok blőd dolgot, és nem szólunk, és nem mondjuk, és nem hirdetjük, és nem dicsőítjük a te nagy nevedet. Köszönjük, hogy most egy kicsit felrásztál bennünket testpecségünkből. Köszönjük, hogy rávilágítottál, hogy nincs mit szégyelni. A leghatalmasabb tudós is csak elhallgat három kérdés után. Köszönjük, hogy amit az ész föl nem érhet, azt a hit megragadja, hirdeti, tanítja. Ad, hogy erőforrásunk legyen, hogy nekünk ilyen Istenünk van. Erőforrásunk, hogy nekünk ilyen Krisztusunk. Erőforrásunk, hogy a Szentlélek megbizonyítja, hogy igen, akik befogadtuk őt, isteni gyermekekké lehetünk, örökös társai a Krisztusnak, és a lakói majd egykoron a mennek. Légy érte áldott, és áld meg a betegeket, áld meg a haldoklókat, akik elmenni készülnek. Cseleked hatalmas, ahogy senki el ne menjen ebből az árnyékvilágból anélkül, hogy meglátta volna hitáltal a megváltó Krisztust, a teremtő Istent, a szabadító Szent Háromság Istent. Ő érette kérünk, hallgass meg minket, áldj meg minket, népünket, nemzetünket, ezt a világot, amely egyre nagyobb ütembe fertőződik. Köszönjük, hogy te Úr vagy a fertőzések fölött is, te Úr vagy mindenek fölött is. Köszönjük, és légy áldott, hogy ezt a hatalmas Istent hirdessük, amíg nem késő, amíg tehetjük, amíg hallja, befogadja a másik, amíg nyílik a szánk bizonyságtételre. Mennyi atyánk, kérünk téged, hallgass meg minket, áld meg, szenteld meg gyülekezetünket, népünket, nemzetünket. Áld meg ezt az egész világot, szabadító, megváltó, gyógyító Krisztussal. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kegyelünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszöntöm a testvéreket, és örömmel jelentem, hogy az alkalmaink tekintetében a konfirmációi
előkészítők most már az új csoport tekintetében elkezdődtek, és istentisztelet után folytatódnak, megtartásra kerülnek, lehet jelentkezni, bekapcsolódni beosztott lelkipásztorunknál jelentkezve. Jövő vasárnap 10 órakor Skurtétiné Fekete Katalin iskola lelkészünk szolgál a 10 órás istentisztelet keretében. Hordozzuk őt imádságban, jöjjünk, hívogassunk, reméljük, hogy lehetséges továbbra is még az istentiszteleteken való részvétel. A csütörtöki bibliaóra tekintetében a megkezdett online formában folytatódik ez az alkalom. Aki szívesen bekapcsolódna, kérem, hogy jelentkezzék Pogyor Judit beosztott lelkipásztornál, jelezze részvételi szándékát. A női bibliaóra következő alkalma pénteken délután a hagyományos formában folytatódik, tehát a nagy gyülekezeti teremben kellő távolságtartással, maszk viseléssel. Isten áldását kívánjuk a testvérek életére a ránk következő héten, és adja Isten, hogy jövő vasárnap újból találkozhassunk. Záró ének előtt vegyük az áldást. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. A 251. dicséretet énekeljük befejezésként, a 251-et, amelyben hódol a lelkem, meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromságban ki vagy egy istenség. Thank you.